amiben hangot adunk annak, hogy súlyosan sérülhet az emberi és szociális jogai. Követeljük, hogy a 2011-es évi 191. törvény visszavonását és az ahhoz kapcsolódó komplex szemlévizsgálatot azonnal vonják vissza. Valamint az ápolási díj, mint munkaidő, kerüljön elismerésre. A kormány kommunikáció folyamatosan azt sugallja, hogy ingyenélők vagyunk, hogy herék, a társadalomnak nincs ránk szüksége. Ez nem így van. Valóban így lenne? Ahányan itt megjelentünk, úgy gondolom, hogy mindazok nevében, ami minden egyes ember mögött áll, tízek, százak, százezrek, konkrétan 400 ezer ember nevében vagyunk itt. És köszönöm, hogy eljöttetek. Átadnám a szót Demeter Évának, az összefogás a korhatár alatti rokkant nyugdíjasok emberi jogaiért. Köszönöm szépen. Köszöntök minden kedves megjelentet. Köszöntök minden kedves megjelentet, és egy pár gondolattal szeretném elmondani azt, hogy miért is jöttünk ma össze, és mennyit ér az életed, ha rokkant vagy. Köszönöm minden elszegényedő társadalmi réteg nevében a megjelenést és szolidaritást. Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásáért jöttünk ma el, tüntetni mindannyian. Az összefogás szellemében utcára szorultunk mi rokkantak. Akik súlyos betegen otthon figyelik az eseményeket, mi azokhoz is szólni kívánunk. Még itt vagyunk, még nem búcsúztunk el. Még csak most kezdődött el, amiért összefogni kell. Egymásba kapaszkodva, szolidárisan. Még semmit sem szabad kudarcként megélni, menni kell előre, elérni a célunk, amitől sosem félünk. Beteg ez a nemzet is, mert morálisan omlott össze. Képtelen az együttérzést felvállalni országépítő munkában megrokkant emberekért, sőt, üldözi azokat. Itt a véscsengő. De senki sem akarja meghallani. Kihez szólunk? Mindenkihez. Bárkihez, akárkihez, aki megrokkant és elszegényedett. A rokkantság az nem életkorfüggő állapot. Vannak közöttünk civil betegek, rendőrök, katonák, tűzoltók és bányászok. Emlékezzünk ma mindenkiért, a még élőkért és az áldozatokért. Mi lesz az itt maradt özvegyekkel és árvákkal? Vajon nekik milyen juttatás jár, ha az áldozat régen megrokkant már? Nekik még ellátás sem jár? Tenni kellene, itt összefogás kell. Az életnek tovább kell mennie, mi nem adhatjuk fel. Mennyit ér az életed, ha rokkant vagy? Mi lesz a jövő télen, ha jön a fagy? A rokkantak majd jégemberré válnak és a menyekbe szállnak? Mi fog várni rátok? Nyomor, otthonvesztés, megtévesztés és kirekesztés? Ezek a gondok. A társadalom legkiszolgáltatottabb rétegévé süllyesztik le a rokkantakat. Teszi velük mindezt a törvénykezés úgy, hogy a költségvetési megtakarítási cél az elsődleges. Ez a mozgató rugója az új komplex felülvizsgálati rendszernek is, mert a súlyos betegeket taszít ki az ellátórendszerből. Van kitaszítás, de nincs befogadás. A széles társadalmi rétegeket megcélzó média hírverés áldozatai vagyunk mi rokkantak. A kormány az ellátórendszer fenntarthatatlanságáról beszél, miközben a valóság az aktív, munkaképes korúak mindössze 5. Még egyszer mondom, hogy mindenki hallja, 5%. 5% mutatja, mindössze 5%-át mutatja ki a korhatár alatti rokkantként. Ez alacsonyabb, vagy hasonló, mint az uniós átlag. A hivatalos statisztikák szerint ma hazánkban mindössze 300 ezer, és nem 960 ezer, 300 ezer korhatár alatti volt rokkant nyugdíjasról beszélhetünk csak.
Közülük fele már az öregségi korhatár eléréséhez 5 éven belülinek számít, ezért a számháborúval a kormánynak sürgősen fel kellene hagynia, mert a rokkantak nagyon is ismerik a valós számokat. Fel kell hagyni a rokkantak jó hírnevének a megsértésével, tisztességtelen játszma ez, a gyengékkel elbánva. Az emberi méltóság tiszteletben tartása nekünk is kiárna. Elfogadhatatlan az életkor szerint kialakított diszkriminatív kasztrendszer is. Súlyos veszteség a nyugdíjjogosultság jogfolytonosságának a megszakítása. Emiatt régóta megroppantak életük végéig segélyen fognak tengődni. Ők sohasem lesznek öregségi nyugdíjasok, ez számunkra elfogadhatatlan. A felülvizsgálatok rohan tempóban zajlanak, ez meghiúsítja a beteget objektív felülvizsgálatát. Miért a költségvetési megtakarítási kényszer határozza meg a rendszerben maradók számát? Ezt nem tagadhatják le a törvényhozók, mivel 190 milliárd forint az előirányzott elvonás a roppantak ellátására fordítható pénzekből. Ez a szám arról árulkodik, hogy itt bizony kőkemény megszorításokkal kipenderítik a betegeket az ellátórendszerből. Hazánkban még soha egyetlen egy nyugdíjasnak nem kellett annyit harcolnia a saját jogú nyugellátásáért, mint a korhatár alatti volt roppant nyugdíjasoknak. A társadalom biztosítási jogrend szerint azonban őket is megilletné a nyugellátás. Hazánk ezzel a nyugdíjjogfosztással elsőként jeleskedett az Európai Unió tagállamai közül. Mindenütt van roppant nyugdíj, csak minket fosztottak meg attól. Az átlag 30 évig járulékfizető, 50 évesen megroppantnak az átlag életkora 63 év az orvosi szakirodalom szerint. Kinek fizették be ezek az emberek 30 éven keresztül a járulékot, ha ők sohasem lehetnek élvezői a saját nyugdíjuknak? Életük utolsó éveiben miért nem élhetnek emberhez méltó módon? A nyugdíj helyetti segélyszerű ellátás sok beteget humán katasztrófába sodor, ez számunkra elfogadhatatlan. Magyarország kormánya, adjon nekünk választ! Bűnös vagy áldozat a rokkant? Miért tette ezt becsületes országépítő járulékfizető betegekkel? Követeljük, hogy a 2011 éves 191-es törvényt vonják vissza, függesszék fel az új komplex minősítő rendszert, mert ezek ellentétesek mind az európai emberjogi, a betegjogi és a szociális kártában foglaltakkal. Köszönöm a szót! Most Ongráti Illés Kiroska következik, én úgy tudom. Tisztelt sorstársaim, tisztelt egybegyűltek! Köszönet a Szolidaritásnak, a Magyar Szociális Fórumnak, segítségük nélkül nem lehetnék ma itt. Én sem állhatnék előttetek, hogy elmondjam a történetemet, amelyen erőt és kitartást szeretnék nektek közvetíteni. 7 éve leszázalékoltak. Jött az első felülvizsgálat egy év múlva, egy tolvonással megszüntették, kiírtak teljes munkaidőben dolgozni. Megfellebbeztem, természetesen másodfokon újra elutasították, de én nem adtam fel. A betegségem gyógyíthatatlan, munkába járni nem tudok. Én újra nem adtam fel. Következett a munkaügyi bíróság. Minden elképzelhetetlen akadállyal szembesültem, de én nem adtam fel. Ekkor már igazságügyi szakértő ügyvéd segítségét vettem igénybe, mert képességeimet ez már meghaladta. Mindannyian tudjátok, ennek anyagi vonzata van, őszinte leszek, nem is kevés, de én nem adtam fel. Pénzünk nem volt, de én nem adtam fel.
Kerestem lehetőséget ennek megoldására, és találtam. Ez a lehetőség mindenki számára elérhető. Ne adjátok fel! 3 évig folyt a per, az ügyem a legmagasabb fórumhoz került, az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz. Itt jogorvoslatot nyertem, visszaállították. Nem adtam fel, megérte. Mindenkitől kérem, ne adjátok fel. Most újra harcolnom kell, mint minden sorstársamnak, akinek jogerős bírósági végzését tették semmissé, a törvénnyel elrendelt, megkérdőjelezném önkéntes felülvizsgálattal. De én nem adom fel. Ti sem adjátok fel. Tekintsétek követendő példának az én esetemet, és soha nem adjátok fel. Kívánok mindenkinek erőt és kitartást, és legyen a jelszónk, nem adjuk fel! Halljam! Nem adjuk fel! Szép napot kívánok, Szántól György vagyok. Sziasztok, sorstársak! Először is egy gyors felmérést szeretnék készíteni. Tegye fel a kezét, aki csaló. Hol látok kezet? Tegye fel a kezét, aki véhűtő. Hát, még mindig nem látok kezet. Tegye fel a kezét, aki ingyen élő. Még mindig nem látok kezet. Ha mi van, a kormány nem küldött ide közénk senkit? Még mindig komoltalannak hisztik, és hisztisnek tartanak bennünket, annak ellenére, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk. Vagy nem merik felvállalni magukat? Itt sem játszanak sportszerűen? Akkor itt az ideje, hogy kiálljanak a sorainkból, nincs helyük köztünk. Sorstársaim, nyilvánítsuk ki együtt véleményünket a focit rajongó csatlósainak. Piros napot nekik! Hogy van? Félretéve az ironizálást. Szántól György vagyok, 41 éves. 2 éves korom óta vagyok súlyos asztmás. 8 éve lettem rokkantnyugdíjas, 67,5%-os a rokkantságon. Vidéken élek, tehát tudom, mit jelent vidéken rokkantnyugdíjasnak lenni. Utólagos engedelemmel a vidéki sorstársaim nevébe szeretnék pár szót mondani. Azok nevében, akik vagy betegségük okán, vagy már súlyos anyagi helyzetük miatt nem tudnak itt velünk lenni, pedig szerettek volna. Nem tudom, a kormány mennyire tette tudatosan, mennyire látott előre a jövőbe azzal a lépésével, hogy elvette tőlünk az utazási kedvezményeket, és így próbálja még nehezebbé tenni az ehhez hasonló megmozdulásokon, tüntetéseken való részvételünket. Mégis sok vidéki sorstársunk megjelent itt ma. Feláldozva kevéske pénzét, utolsó forintját is azzal a céllal, hogy igenis megmutassa, van még összetartás az emberekben, van még tenni akarás az elnyomás, ellehetetlenítés ellen, vagy csak egyszerűen azért, hogy megmutassa országvilág előtt, hogy akár csonkolt karral, lábbal, akár kerekesszékbe ülve, akár siketen vagy vakon, belerokkanva 20-30 év munkájába, amit a hazájáért dolgozott, de ő is ember. Tapsoljuk meg őket, mert megérdemlik. Visszatérnék az elvett utazási kedvezményre. Nem az a fő gond, tisztelt kormány, hogy nem tudunk megjelenni ilyen rendezvényeken. Sokkal nagyobb gond, hogy vidéken nem minden faluba községben van szakorvos, és bizony utaznunk kell, és sokszor nem is keveset. A kevéske pénzünkből nem tudunk eljutni a nagyobb városokba, ahol a szakorvosok vannak. Nem tudunk eljutni a kezelésekre, nem tudunk hozzájutni a megfelelő ellátásunkhoz. Ezen elgondolkodtak? Hogy ismét olyanon akarnak spórolni, ami hosszú távon végül ráfizetésé válik? Miért mondom ezt? Teljesen egyszerű. Miután a rokkant emberek nem fognak eljutni a szakorvosokhoz, nem lesz gyógyszerük, nem kapnak megfelelő ellátást, kezeléseket, amitől jobban lehetnének, stabilizálják az állapotukat, mi fog következni? Állapotromlás. Az egyik lehetőség kórház. Ahol kinek a pénzén gyógyulunk? Kinek a pénzén kapjuk az ellátást, kapjuk az étet, az államén. Előbb-utóbb eljutunk majd az elszegényedés miatt egy olyan szintre, hogy nem 10-20 emberről beszélünk,
hanem több ezer sorstársunkról. Ezen elgondolkodtak? A másik lehetőség, itt még mindig az állapotromlásról beszélek, aki eddig mondjuk 52%-os rokkant volt, lesz 65%-os rokkant, mert nem jutott hozzá megfelelő kezeléshez, gyógyszerhez. Vagy erre is megvan a megoldásuk? Nem akarok tippeket adni, de ezek az embereket majd azért lökik ki a rendszerből, mert önhibájukon kívül nem működtek együtt a sikeres gyógyulásért. Igazuk van, ez is egy megoldás. A másik fő probléma, ami sajnos az egész országra igaz, a munkalehetőség. Én most a vidékiek problémájára hívnám fel a figyelmet. Székely Ildikó azt nyilatkozta, három fő szempontból vizsgálják a beteg rokkant rehabilitálhatóságát. Az egyik szempont a beteg egészségi állapota, a másik a szociális helyzete, a harmadik tudnak-e munkát biztosítani számára, amit egy szakértő dönt el, aki ismeri a régi munkaerőpiaci helyzetét. Hol és mikor hozott létre vagy alakított kormány olyan munkahelyeket, ahol az általuk mondott nagy 100 000 embert vissza akarják helyezni maguk a világába, vagy az életbe. Tudni, ha ezt eddig nem tette meg, akkor tudatosan az utcára is a nyomorba taszítja őket. Ha most ismét meg kéne készfeltartásra jelezze az, aki úgy tettek rehabilitálhatóvá, hogy nem kapott munkát, nem biztosítottak számára munkahelyet, szerintem több kezet látnak, mint a beszéltem elején. Vidéken még kilátástalanabb a munka lehetőség. De vegyünk egy példát, mondjuk engem. Úgy ítéltek meg, lehabos leszek, ezért jár havonta, ameddig nem állok munkába, havi 27 500 forint. Találok munkát a legközelebbi városba, Kecskeméten, ahol 4 órával tudnak foglalkoztatni. Jelen állás szerint ezért kapok 46 500 forintot bruttóba. Lejön az adó, járulékok, marad kb. 30-31 000 forint. Mivel be kell járnom valahogy busszal, ezért bérletet kell vennem, ami most olyan 30 000 forint körül van. Igaz, ennek 80%-át fizeti a cég, így nekem csak 6 000 forintba kerül a bérlet. Ha levonom a nettó havi 30 000 forintba 6 000, marad 24 000 forint. Ezért dolgoztam, bejártam minden nap, felkeltem hajnalba. Ha nem megyek el dolgozni, akkor közel 2500-3500 forintot többet kerestem a bankban. Ezek normálisak szerintem? Ezzel a nyilatkozattal szembeállítva a valóságot, a tényeket ismét csak azt bizonyították, hogy egy íróasztal mögött kitalált, a kormány nyomása miatt elkapkodott eszement ötlet miatt, emberek tízezreit tehették, tették tönkre, lökték a kilátástalanságba, és sajnos, mint tudjuk, hallottuk, olyanok is voltak közöttünk, akik nem bírták tovább elviselni ezt, és önmaguk vetett véget az életüknek. Most emlékezünk némán egy percbe rájuk. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, most következzen Szamira Dics Béla. Jó napot kívánok, kedves sorstársai! Radics Béla vagyok, egy magyar roma ember. Az őseim itt élnek már 700 éve körülbelül. Szóval, mint mondom, roma ember vagyok, most jelenleg rehabilitációs járadékon vagyok egy infarktus után. Tudják, rólunk cigányokról mondják ma a legtöbben a társadalmi és politikai közbeszédben, médiában, a parlamentben, hogy köztünk romák közt vannak a legtöbb nyugdíjcsalók, munkakerülők, élősködők. Szóval köztünk van a legtöbb rokkant. Átlagosan 15 évvel korábban halunk meg, mint más népcsoportok ebben az országban. Halálozásban vezetünk. De már hallom is a bigott embereket, akik azt mondják, biztos ebben is csalunk. Valamilyen stratégiát kitaláltunk arra, hogy 15 évvel előbb pusztuljunk ki, mint mások. Most hagyd meséljem el önöknek az én történetemet, ami talán választ ad arra, miért is több a beteg, a rokkant, a mi népcsoportunkban. Ez az én saját történetem, de vehetik átlagosságban is, mert több százezer roma honfitársam
Hasonlóra sikeredett a sorsa és az élete. Nagy szegénységből jöttem, így nem volt lehetőségem tovább tanulni. Az általános iskola befejezése után 15 éves koromban kezdtem dolgozni. Egy fővárosi építőipari vállalatnál kezdtem, mint segédmunkás. Alultáplált 45 kilós gyerek voltam. A cementes zsák meg 50 kiló volt. 5 kilóval nehezebb volt, mint én. De én cipeltem. Cipeltem a marteros vödröt, a betont, a téglát. 3-4 kőművet kiszolgáltam egyszerre. Napi 10 órán keresztül. Építettünk házakat, építettünk utakat, ástunk csatornákat. Ha esetleg valaki kételkedik eme munkáknak a nehézségeiről, annak azt ajánlanám, hogy próbálja ki egyszer 35-40 fokos kánikulában, és törjön aszfaltot csákánnyal és samokalapáccsal. Ezt csinálja 10 órán keresztül, és utána jöjjön ön ide és mondja el, hogy miket tapasztalt. De dolgoztam gyárakban. Például a régi Taurus gyárban. Ott egy műszak alatt lenyeltünk naponta 20-30 gram vegyszerekkel teli kormot. Ment a tüdőnkbe is belőle. Ott egy fuszorszalagot raktam, melyre 3,5 percenként 280 kilót kellett felrakni az adagoló futószallagra. Ezt 8 órán keresztül 3 műszakban. Ez a tonnákat mozgattunk meg. Ez a kémiai szerekkel teli korom úgy beszívta magát a bőrünkbe, hogy külön speciális mosószerrel és speciális gólyval súroltuk magunkat egy órán keresztül a munka végeztével a zuhanyzóban, hogy lejöjjön rólunk ez a mérgező korom. De dolgoztam 1200 fokos égő kemence mellett. Képzeljék el, milyen ez nyáron kánikulában. Amikor ott lennek, elmennek a szaunába és leülnek, 10 perc múlva ki kell jönni, nehogy megfulladjanak. Most én egy ilyen 1200 fokos kemence mellett 16 órában dolgoztam fizikai munkát, én raktam ezt a kemencét, szintén hosszú évek. Ki az az aljas gazember, aki csalónak nevez minket, aki azt meri állítani, hogy 10-20-30 év ilyenfajta munka végzés után nem rokkanhat meg az ember. Nincs ma olyan középület út vagy csatorna, ahol nem lenne ott a roma emberek százezrének a keze nyomának munkája. Hosszú évszázadokig együtt építettük ezt az országot. Úgy látszik, a mai fiatal generáció és a mai politikai elit ezt már elfelejtette. Vagy nem tudnak róla, vagy nem is akarnak tudni róla. Több mint 20 évig végeztem ilyen és ehhez hasonló kegyetlen munkát. Belerokkantam. Vastagbél, magas vérnyomás, gerincbetegség, cukor, szívinfarktus, hallássérülés, nem is szólom tovább. Tudják, tegnap éppen gyógyvizért mentem magamnak, jött velem szembe 3 kopasz taknyos suhánc, és amikor elmentek mellettem, rám kiabáltak, mocskos, élősködő zsidó román cigán. Nap mint nap érnek ilyen inzultusok. A parlamentben is vannak ilyen taknyos suhancok. És élősködőnek neveznek engem, aki belerokkant a munkába. Olyanok mondják ezt, akik életükben egy kapavágást nem tettek, akik azt sem tudják, mi az igazi munka. Azok mondják rólam, hogy élősködő. A fő probléma viszont az, hogy nemzeti kormányunk és vezetőnk, dr. Orbán Viktor, nemzettestvérünk. És ugyanilyen retorikát használ. Azt mondja hasonlítő ütésszerűen, hogy körülbelül 200 ezer rokkant a csaló szimulás. Szívesen megkérdezném tőle, hogy hogyan lehet ma egy tüdőrákot,
egy agydaganatot vagy egy szívinfarktust szimulálni, mert manapság felső nyomásra az orvosok ilyen betegségű embereket nyilvánítanak munkaképességűvé. Azt is megkérdezném tőle, hogy hány munkahelyet teremtett idáig az ilyenfajta embereknek, kik fogják ezeket alkalmazni. Azt is mondja dr. Orbán Viktor nemzettestvérem, hogy a mi állandóságaink, állandóságainkat hogy meg kell szüntetni, hogy negyedére kell csökkenteni. Na kérem szépen, én meg erre azt mondom, hogy ez az éloskodés. Ez az éloskodés, sőt, lopás és rablás. Mi 20-30 évig fizettünk mindenféle adót. Fizettem többek között azért is adót, hogyha netán megbetegszem, akkor kapjak megfelelő ellátást. Azt ígérték nekem, nekünk, hogy kapni fogjuk. Én nem könnyen adományért jöttem ide, én nem könnyen adományt követelek itt, hanem a jogos sorsomat, amiért én megdolgoztam, és megfizettem az árát. Hol a pénzem? Ki épített belőle villát a rózsadomban? Ki vett belőle luxus autót? Tudják, a mindenkori kormányok, de főleg a jelenlegi, azt sugallja a társadalom tudatába, hogy ezek a szociális juttatások, mint például a rokkant nyugdíj is, ez csak olyan könnyen adományféle, amit ők ilyen jó indulatból adnak nekünk. Na kérem, ez nagy tévedés, mert ezért mi megfizettünk, megdolgoztunk, és az, ami jogos, jussunk. Azt mondják, válság van. Válságot kell kezelni. Nincs kérem válság, nehogy elhiggyék. Milyen válság és válságkezelés az olyan, melyben az egyik társadalmi rétegnek több százezer forinttal több jövedelmet biztosítunk, mondjuk adóreform útján, míg egy másik társadalmi réteget szinte teljesen kivégzünk anyagilag. Milyen válságkezelés ez, kérem? Tudják, ez valami olyasmi, hogyha van két gyerekem, és az egyik gyerekemnek veszek 50 ezer forintért márkás cipőt, meg 100 ezer forintért márkás pólót, a másik gyerekemnek meg azt mondom, hogy hát ne haragudj el, de a családi kassa súlyos gazdasági válságban is van, így hát elmegyünk majd a lottalanításba, és buborálunk neked cipőt. Hát milyen válságkezelés ez, kérem? Tudják, nem csak fegyverekkel lehet népet, társadalmi csoportot vagy tömegeket kiirtani, meggyilkolni. Lehet úgy is csinálni, hogy a tisztelt képviselő úrak a parlamentben megnyomják a szavazó gombot. Amikor olyan intézkedéseket, rendeleteket hoznak, mely intézkedések teljes mértékben megvonják egyes társadalmi csoportok az alapvető élet szükségleteit. Egy ember alapvető élet szükséglete a levegő, víz, evés és alvás. Tehát ennünk, innunk és laknunk kell. A tudósok bizonyították, hogyha ezekből az alapvető élet szükségletekből hiányzik valami, akkor az ember rohamosan elkezd leépülni mentálisan és fizikailag. És a halál a hosszabb vagy rövidebb időn belül, de mindenképpen előbb következik be a kelleténél. Nézzük ismét a saját esetemet. Rehabilitációs járadékon vagyok, a jövő hónapban le fog járni, és ha tüdőrákosokat munkaképessé minősítenek, akkor bizony engem is simán kidobnak majd. Közben egy idegsebészeti műtét előtt állok, melynek hosszú hónapok a gyógyulási ideje. Most van teljesen megmondják a járatlanságomat, hogy a negyedére csökkentik, de közben emelik az árakat a duplájára. Duplájára emelik a gyógyszerek árát, a lakbér árát, duplájára emelik az élelmiszerek árát,
Na most mivel én megyek, leszek, nem lesz járandóságom, nem fogom tudni fizetni a lakbéremet. Nem fogom tudni megvenni a gyógyszereimet, és nem tudok majd enni. Ha nem fizetem a lakbéremet, akkor ki fognak lakoltatni. Hajléktalan leszek. Igen, de azt mondta Tarlós úr, hogy ő már kitakarította a hajléktalanoktól a várost. Mint egy gárbicsot úgy beszél emberekről, mint a szemétről, mert azt mondja, hogy ő kitakarította. Tehát nem mehetek már az aluljáróba, és nem mehetek az erdőbe, se meg onnan is ki vannak takarítva az emberek. Tehát akkor kérem szépen, azt mondják meg nekem, hogy betegem, gyógyszer, élelem és hajlék nélkül, vajon meddig fogok én élni, és a hozzám hasonló helyzetben élő sok százezer ember. Üzennék a tisztelt képviselő uraknak és minisztereknek, ha már ennyire meg akarnak szabadulni ettől a társadalmi csoporttól, akik kegyetlen munkában az ország építésével belerokkantak, ha az a tervük velünk a lassú kínhalál, akkor kérem pusztán emberségből, lövessenek inkább minket a Dunába. Sokkal gyorsabb és szenvedésmentesebb halál. A kétharmaddal önök már ezt is megtehetik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó napot, sziasztok! Kalmászi László vagyok a Magyar Szolidaritás Mozgalomtól. Két dologgal kezdem. Az egyik az az, hogy itt az egyik részevő jelezte, hogy mondjuk már be, hogy jövő héten Orbán Viktortól ismét levelet fogunk kapni. Ismét valami dolog kapcsán, talán éppen a foglalkoztatásról fogja kikérni a véleményünket. Hát abból a pár milliárdból is lehetett volna egy pár embert életben tartani. A másik, aminek én nagyon örülök, az az, hogy nem a megszokott arcok vannak. Nem politikusok jöttek el ide a pofa vizitre, hanem az érintett emberek, akik a bőrükön érzik azt, hogy milyen a kétharmad hatalma. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. És üdvözlöm innen azokat is, akik nem lehetnek itt, mert nekik akadály minden egyes patka, vagy mert nem mernek otthonról kimozdulni a redőny mögül, és már otthon gyűjtögetik a gyógyszert. Tudjátok, hogy mire. Kedves barátaim, bajban lévő embertársaim! Az előző beszédeket meghallgattátok, nem ismétlem el, hogy miért is vagyunk itt. Én csupán röviden összefoglalom mondandókat, azt, hogy mit üzenünk a fideszes politikusoknak. Azt üzenjük nekik, hogy szégyeljétek magatokat! Szégyeljétek magatokat, mert belerúgtatok apátokba, belerúgtatok anyátokba, és nyomorba kényszerítitek azokat a gyerekeket, akik valamilyen fogyatékossággal születnek. Nem lehet benneteket kirobbantani a templomokból, Isten szent nevére hivatkoztok reggel, délben meg este, de szégyentelen, embertelen és istentelen szörnyűségeket hajtotok végre minden nap. Hol van az leírva az általatok? Oly nagyon tisztelt Bibliában, hogy vedd el a szegény pénzét és add a gazdagnak. Hol van a Szentírásban az, hogy rúgd bele a nyomorultba? Ne keressétek fideszes polgártársa! Nincs leírva ott sehol! Orbán Viktor! 2008-ban népszavazási cirkuszt rendezett azért, hogy megvédje szociális jogainkat. Ugyanez az ember 2010-ben hatalomra kerülve szociális álmokfutásba kezdett. Először elvette a korkedvezményes nyugdíjat azoktól, akiket azért küldtek el, mert nem volt pénz a munkájukra, pedig dolgozni akartak. A lépések szép sorjában jöttek és jönnek folyamatosan. A munkavállalók többsége hátrányos helyzetbe került, gyermekeinknek esélye sincs bejutni az egyetemekre, főiskolára vagy munkát szerezni. Idén tavasszal előtt a szociális szőnyegbombázás egy újabb társadalmi csoportot, a rokkantakat. Védtelen, szerencsétlen sorsú emberek az újabb áldozatok, akiknek azt mondják, hogy menjenek vissza dolgozni. Szándékosan azt a látszatot keltik, hogy a rokkantak többsége hazug csaló. Nem. Ti nem vagytok hazug csaló. A hazug csaló, aki 2008-ban népszavazást tartott a szociális jogait védelméről, és aztán 2010-től százezreket taszított a totális létbizonytalanságba. Azt mondják, hogy nem akartok dolgozni. Ez is egy szemenszedett hazugság.
ti is várjátok az 1 millió új munkahelyet. Hol van az 1 millió új munkahely? Hol van a több 10 000 rehabilitációs munkahely? Sehol. Megmondom, barátaim, hogy hol van. Matolcsi úr álomvilágában van. Amit ma a Fidesz tesz, Európa értelemben is párját ritkítja. A válságot ezen a kontinensen úgy próbálják kezelni, hogy több áldozatot kérnek a vagyonosoktól, és abból segítik a rászorulókat. Csak nálunk természetes, hogy reménytelenségbe taszítják a szegényeket, a rokkantakat és a fiatalokat. Ahol volt ilyen jellegű próbálkozás, ott kiderült, hogy elhanyagolható az árokkantak aránya. Minden ilyen kampány kevesebbet hozott a költségvetésnek, mint amit a felülvizsgálatokra és egyéb mizériákra költöttek. Egyszerűbb volna elvenni pár milliárdot a közgéptől, vagy attól a századvégtől, amely éppen tegnap írt arról, hogy a társadalom többsége támogatja a rokkantak elleni háborút. Ez úgy hülyeség, ahogy van. Ma 100 000 életével játszanak. Volt sorstársatok, aki az eljáró hivatalban szúrt a szíven magát. Érdekes, hogy róla a Hír TV nem akart filmet csinálni Szíven szúrt ország 2 címmel. Talán elkezdhették a forgatást? Egy dolog mellett nem mehetek el szó nélkül. Sokan szinte kárőrvendenek akkor, amikor a rokkantaktól elveszik a járandóságot. 2 éve látjuk, hogy mennyi igazság van a dögöljön meg a szomszéd tehene viccben is. Üzenjük hadat ennek a mentalitásnak. Amíg a tömegek így gondolkoznak, addig mindenkinek rosszabb lesz. Nem a rokkantak vagy a nyugdíjasak kapnak sok pénzt, hanem a dolgozók szemét szúrják ki irgalmatlanul kevéssel. Amíg önként aláírjuk saját halálos ítéletünket, amíg örvendezünk mások szerencsétlenségén, addig mindig rosszabb lesz. Nagyon nehéz időket élünk, és még nehezebb idők jönnek. Most kell összefogni és megvédeni magunkat. Mi a legfontosabb feladat? Az, hogy változás legyen. Ehhez nem kell más, csak hinni kell abban, hogy lehet változtatni. A közöny, az apátia, a széthúzás, az ő szövetségesük. Országos választások 2014-ben lesznek. Ha addig nem kapják össze magukat a változást akaró erők, pártok, akkor újabb 4 év jön. Ezt akarjuk? Persze, hogy nem ezt akarjuk. Mi egy demokratikus, szociális, igazságos Magyarországot akarunk, olyan országot, ahol egy rokkent ember minden szempontból érezheti a társadalom megbecsülését. Köszönöm! ...nek a székháza előtt vagyunk, a Target Asztalovna. Köszönjük! Köszönjük a figyelmeteket! Most elítszük a petíciónkat a Fidesznek, mert innen kézi verzélni azt a kormányt, aki velünk ezt csinálta. Kalmász Irány mindent elmondott, és minden hozzászóló elmondta, hogy hol fáj. De nem csak nekünk fog fájni, hanem az egészségeseknek is, mert ők is egy fél perc alatt kerülhetnek a mi helyünkre. És az ő nevükben értük is, itt vagyunk. Köszönöm szépen! És nem csak titeket érint, minden társadalmi réteget érint, nézzetek szét az utcákon, nézzétek a rendőröket, bárhová megyek, mindenhol balaszkodnak, mindenkitől önök a Megkértük a sajtót, hogy ne haragudjatok, kérték, hogy a sajtó ne menjen be. Légy szíves, menjetek ki, mert nem szeretnénk balhét. Nagyon édesek vagytok, lesz még sajtófotóra, Morti.
Bocsáss meg. Én szeretném a Fidesz garanciát érvényesítetni. Bocsássatok meg, mert most csináljunk cirkuszt, jó? A rendezői feladatok szerint meg kell kérjetek titeket arra, hogy tessék kifelé menni. A kapunál lesz még lehetőség sajtófotót készíteni. Kérlek szépen, komolyan kérlek titeket. Életükben először tüntetnek a rokkantak, ne most legyen balhé. Akkor összegyűjtünk egy körbe, és akkor egy megcsináltuk felkiáltással, tudnátok, hogy elveszítsétek a reményt, akarom, hogy harcoljatok a sorsotokért, fogjunk össze, hogy ne a roppant balladába zárjuk a jövőnket. Összefogás egyenlő remény, remény egyenlő élet. Tedd te is magadba össze ezt a képet. Roppant ballada. Mennék az úton, még itt vagyok, de nem érem meg már a holnapot. 30 évet robotoltam, rokkant lettem, elvették a nyugdíjamat, csóró lettem. Törvényt hoztak ellenem, elvették a kenyerem, se otthonom, se életem, eljött az én végzetem. Utamon sok sorstárs kísér, kit még nem láttok mostan, de holnap, holnap után ők lesznek itt sorban. Mindenkinek megfogom a kezét, kinek a végítélet elvette az eszét. Törvényt hoztak ellenünk, elvették a kenyerünk. Megpróbálunk harcolni, hogy ne tudjanak sarcolni. Hideg téli fagyban jégemberré váltam. Hideg téli fagyban jégemberré váltam. Senki sem fogja tudni, hogy én itt a földön jártam. Az igazságért bátran mindig is kiálltam, de nincs itt helyem sehol már, mert végzetem egy sírbazár. Van egy ország, roppant ország. Ott fent, a szélítő magasban, befogadnak ott engem a csillagok között, vagy megbújok majd a bárányfelhők mögött. Eljött az idő, búcsúznom kell már, fent a magasban a sok sorstárs vár. Nehéz utamat itt már végigjártam, sorsom a jövőnek e balladába zártam. Nagyon szeretném, hogyha mi nem így járnánk, hanem összefognánk, reményt öntenénk egymásba, mert az élet még rólunk szól. Köszönöm. Szeretnék szólni egy pár szót. A petíció átadását nem tudom, hogy sikeresnek-e tudjuk nyilvánítani. Átvették tőlünk, de az Fidesz által képviselő nem volt hajlandó a nevét adni hozzá, nem tudjuk, hogy ő kicsoda. És nem volt arra sem felhatalmazása, hogy kinek fogja átadni, egy nevet nem mondott. Nem tudja. Azt gondolom, hogy Ilaninak megköszönhetjük a jelenlétet, és szeretném felkérni az összes szervezőt arra, hogy egy közös felkiáltással megcsináltuk. Megcsináltuk! Megcsináltuk! És folytatjuk. A tüntetést bezárjuk, és mindenki hazamenve mondja el otthon, és azoknak az ismerőseiknek, akik nem tudtak eljönni, hogy van remény. Amíg harcolunk, amíg nem adjuk meg magunkat,
addig emberek vagyunk, élünk. És meg fogjuk mutatni, hogy mi emberek vagyunk. És azok is maradunk. Köszönöm szépen! Még egy fél perc türelmet, mert itt az úr szeretne hozzászólni egy másodpercet. Csillag Ádám filmrendező vagyok, ahogy látjátok, rajta messziről látszik, hogy én is a sorstársatok vagyok. 1957-ben gyermekbénulásban betegedtem meg. Kérésem az, hogy egyrészt köszönjük meg az itt meg nem jelent televízióknak, hogy nem jelentek meg, az itt meg nem jelent újságoknak, hogy nem tudósítanak erről az eseményről, és nagyon szépen kérem, hogy nézzék meg, figyeljék, hogy azok a médiák, amik viszont itt voltak, mit és mennyiben fognak erről a mostani eseményről tudósítani. Köszönöm szépen! Én csak úgy ismerem, így akár az internetről. Azt szeretném, hogy még ezzel kapcsolatban utoljára mondani, hogy az nem szomorú, hogy egy szakszervezeti vezető is itt van, és tőlem tudja meg, hogy napokon belül levelet kapunk Orbán Viktortól. Nem biztos, hogy neki tudnia kell, ezt ma jelentették be, tehát az, hogy akár a kormány, akár a mögötte lévő politikai pártok éppen így dolgoznak, azt ő is csak a hírekből tudja. Nem tudom, ki a tetszik gondolni, de valószínűleg... Nem baj, hogy kire gondolok, én megmondom, hogy kire gondolok. Hát arra gondolok, hogy olyan szinten nincs, nem alsó szinten nincs összefogás, hanem fölül. Amikor egyik nap halljuk a Gaskót, előző nap a Borsikot, egymásra köpködnek, de nincs ott egy következő szakszervezetnek a vezetője sem, és erről tudni kellene. Tehát én egy 20. is senki vagyok a korból, és én figyelem a híreket, nekik jobban kéne, mert már meg kellene ezt a legközelebbi levelet akadályozni. Nem azt kéne csinálni, ami mondjuk nagyon szép, hogy a vegyipari dolgozók szakszervezete összegyűjti ezeknek a gyerekek a leveleket, és az éhező gyerekeknek vesznek belőle ételt, hanem legközelebb igenis meg kell akadályozni, hogy még egyszer adjanak ilyen levelet nekünk 170 millióért. Nem tudják akadályozni. Nem megyünk sehova. Természetesen a magánvéleményem megvan, és néhány szakszervezeti vezető tevékenységéről, de én csak egy ember vagyok. Magyarországon Lovasdoli is ismerem magát, különben Lovasdoli is ismerem magát. Na, szóval csak ennyi. Tehát én azt gondolom, hogy amíg nem vagyunk sokkal erélyesebbek, és lehet, hogy kudarcot vallunk, ha megpróbáljuk megakadályozni, de legalább próbáljuk meg nem elvitetni Károlyit, vagy József Attilát, vagy Nagyit. Lehet, hogy kudarcba fullad, de meg kell próbálni. Meg kell próbálni. Kérdezhetek valamit, hol lehet az ön filmjeit látni, mert láttam szinte az összes küldetésen, kik voltam ön is, meg én is, úgyhogy hol lehet engedni? A Vimeo nevű fájlmegosztón az Ádám Csillag. Tehát, hogyha beír a keresőbe azt, hogy Ádám Csillag Vimeo, vagy pedig a Facebookon, ha feliratkoznak a Filmcsillag videó nevű valami csodára, a Facebook. Csoportra, ott is minden új videót fölmondunk. Thank you.
Másnapos volt indexó. Yeah.